Drágula temetkezés forgalommal szemben hajtott fel az M4-esre, a szomszédját akarta meglopni, megbújult a Varró utcai bölcsőre. Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 1-én 18 óra 5 perckor. Az elszálló energiaárak miatt a temetkezések is drágulnak januártól. A temetkezési vállalkozások régóta stabil, évente 30 milliárd forint körüli együttes forgalma legfeljebb a drágulások miatt emelkedhet. A temetések száma ugyanis visszaesett, mivel a pandémia enyhülésével kevesebben hunytak el, mint tavaly. A koronavírus járvány előtt körülbelül 130 ezer temetés volt egy évben, legfeljebb néhány százalékos eltéréssel. Idén is körülbelül ennyi lehet az év végéig. Az árfolyam hatásokra a piac kevésbé érzékeny, a temetéshez szükséges kellékek zöme ugyanis belföldön készül, a koporsókból exportra is kerül, behozatal inkább az urnákra jellemző. A januári drágulásról a hamvasztóüzemek határoztak a gázárak emelkedése miatt. A mértékéről decemberben jöhet létre megegyezés, de ez sem a temetkezési vállalkozók döntése lesz. De leginkább a hamvasztási költségek nőnek, szigorúan véve a gázáraknak a növekedése miatt. Más kegyeleti szolgáltatásokhoz hasonlóan ők csak közvetítőként vesznek részt ebben, mivel hamvasztást az elhunytak hozzátartozói közvetlenül nem rendelhetnek. Hogy a temetkezési vállalkozások tevékenysége mellett kiterjed a többi között a temetésfelvételre, a temetéshez szükséges kellékek beszerzésére, a ravatalozásra, sírhelynyitásra, halottszállításra vagy az exhumálásra. Hát jellemzően az energiaárak és az általános infláció miatt drágul igazság szerint a temetkezés, a temetési kellékek is, de minden egyéb is ebben az országban. Azt látjuk, hogy körülbelül egy éve kezdődött, amikor igazán keményen elkezdtek emelkedni az árak. Ehhez nyilván nekünk is hozzá kell alakítani a saját árainkat, és ennek igazából a végfelhasználók lesznek azok, akik megisszák a levét. Magyarországon 5-7 ezer embernek ad munkát csaknem 520 temetkezési társaság. Jelenleg körülbelül ennyinek van működési engedélye a kormányhivataloktól. Magyarországon több mint 3300 temető van, csaknem 60%-uk egyházi fenntartású. Akad magántulajdonú is, de temető létesítéséhez nehéz befektetőt találni, mert az előírások nagyon szigorúak, különösen a koporsós temetéseknél. A bevétel ugyanakkor korlátozott, a sírhelyek megváltásán túl legfeljebb a ravatalozók használatából, vagy az autóval behajtó látogatóktól lehet pénzt szedni, miközben egyebek mellett vezetni kell a halott nyilvántartást, kezelni kell a ravatalozót, a halott hűtőt, télen gondoskodni kell a hó- és síkosságmentesítésről, minden nap nyitva kell tartani. Vidéken a temetők üzemeltetése nagyobb gondot jelent, de mindenképpen meg kell oldani, mert közszolgáltatásnak minősül. Fenntartásra a költségvetés minden évben külön keretet biztosít az önkormányzatok számára. A kegyeleti szokások csak lassan változnak, és inkább a nagyobb településeken. Vidéken például a temetkezések csaknem 60%-a még koporsós, míg a városokban akár 80%-uk urnás. A változás jól mutatja, hogy a lakosság mértékéhez képest viszonylag sok 17 krematórium működik országszerte, köztük több magántulajdonú. Súlyos balesetet okozott az a járművezető Besenyszögnél, aki forgalommal szemben hajtott fel az M4-esre. A nyugalom megzavarására alkalmas felvétel következik. A Jászai-Kunszolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy helyi lakos személyautóval közlekedett Besenyszög irányából Törökszent Miklós felé. A sofőr eddig tisztázatlan körülmények között forgalomban szemben hajtott fel az M4-es autóútra, ahol összeütközött a Budapest irányába tartó személygépkocsival. Az ütközés hatására a vétlen autós a szalagkorlát tetején állt meg. A baleset következtében mindkét jármű sofőrje az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. További két járműben anyagi kár keletkezett. A rendőrség a helyszínelés és műszaki mentés idejére a Törökszent Miklós irányába haladó forgalmisávban félpályás, míg a Budapest felé haladó forgalmisávban teljes útlezárás rendelt el. A közlekedés rendőri forgalomirányítás mellett haladt. A jársági rendőrök őrizetbe vettek egy jászkíséri fiatalkorút, aki szomszédját akarta meglopni, végül a rendőrségi fogdán találta magát.
A rendelkezésre álló adatok alapján a fiatal a kerítésen átmászva bejutott a szomszédos ingatlan udvarára, és onnan egy satupadot akart eltulajdonítani, amit átdobott a kerítésen, de egy utcában lakó ezt észlelte. Kérdőre vonta a fiatalt, mire az hátra hagyta a zsákmányát és elszaladt. A helyszínre érkező egyenruhások lakásán elfogták a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét és előállították a jászapáti rendőrőrsre. A jogsértő nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, más eljárás is volt ellene folyamatban, mivel a gyanú szerint 2022. májusától kezdve több vagyon elleni bűncselekményt követett el a településen. A nyomozók az ügyeket egyesítették, majd a fiatalkorút lopásvédség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbevételéről határoztak. A Jászberényi rendőrkapitányság összesen 3 rendbeli lopásvédség és 2 rendbeli lopás büntet megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást ellene. Stúdiónk mai vendége volt Németné Szilágyi Ilona, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézményének intézményvezetője, akivel a bölcsőde felújításáról, a megnövekedett csoportlétszámokról, a nevelési év tervezett programjáról és a jövőbeli tervekről is beszélgettünk. Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézményének vezetője, Németné Szilágyi Ilona. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit. Októberben egy gyönyörű szép napon átadásra került a felújított Varró úti bölcsőde. Beszélgessünk most erről az alkalomról. Milyen pályázatból sikerült felújítani ezt az intézményt? Egy topos pályázatból, ami 550 millió visszanemtérítendő támogatást takar, ebből sikerült felújítanunk a bölcsödénket, valamint létszámbővítés is sor került ennek a felújításnak vagy alkalmából. Mennyi időt vett igénybe ez a felújítás? 2021. november 8-ával költöztek át csoportjaink 2 óvodai telephelyre, a Táncsis 19-be, valamint a Takács Péter úti óvodába, és visszaköltözni pedig az új felújított bölcsödénkbe 2022. október 17-ével történt meg. Jelentette valamilyen gondot az, hogy nem a meglévő épületben, hanem más telephelyeken működött az intézmény? Szerencsére nem jelentett gondot, ugyanis mind a két óvodai egységbe olyan lehetőségek, olyan feltételek lettek kialakítva, amelyek alapján működhetett ténylegesen a bölcsödénk. Átköltözés után hamar berakták a kisgyermekek is, munkatársaim is nagyon hamar megszokták, és én úgy gondolom, meg tudom is, hogy nagyon jól érezték magukat az óvodai egységekbe, együtt az óvodás dolgozókkal és a óvodás gyermekekkel is. De azért mégiscsak jobb egy a 21. századi követelményeknek megfelelő vadonatúj bölcsőde falai közt tölteni a mindennapokat. A pályázat keretein belül konkrétan milyen felújítások történt? A felújítás keretében teljes felújításra került a nyílászárók, a víz, gáz, elektromos rendszer, a konyha teljes felújításon ment szintén keresztül, szigetelés kapott az épületünk, valamint megújuló energiaforrásként napelemek kerültek a harmadik, vagyis a középső pavilonunk tetejére, amely ugye segít majd egy kicsit visszapótolni az energiafogyasztásunkba. Valamint a felújítás alkalmával az eddig használaton kívüli 3-as pavilont visszakaptuk, az is teljes mértékben felújult, és plusz 28 férőhely létesítésére kaptunk lehetőséget ezáltal. Tehát az épület az teljesen megújult, de akik jártak mostanában a bölcsődében, azok látják, hogy bent is újak a bútorok, illetve az udvaron is változások történtek. Igen, hát az teljes eszközkészletünk kicserélésre került, mondhatom úgy is, úgy, mint a bútorzatba, textiliákba, edényekbe, elektronikai eszközökbe. Az udvaron teljes mértékben az európai szabványnak megfelelő kültéri játékok kerültek telepítésre.
kerítésünk is teljes mértékben, ami körbe öleli a bölcsödét, nem felújításra, hanem cserére került. Nagyon fontos ugye, hogy milyen nevelői közösség dolgozik együtt nap mint nap egy intézményben, és főleg a bölcsődében, ahol azért nagyon kisgyermekek vannak, és a szülők szeretik, hogyha biztonságban vannak. Milyen a nevelőtestület a bölcsődében? Örömmel mondhatom, hogy minden kisgyermek nevelünk szakképesítés, a rendeletben előírt szakképesítéssel rendelkezik. Néhány kisgyermeknevelőtársam már főiskolai képzésben is részt vett, és részt vesz. A bölcsődei dajkáink is a kötelező 100 órás tanfolyamot elvégezték, úgyhogy tényleg szakképzett kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka gárda veszi körül a gyerekeket, és így folyik a gondozásnevelés intézményünkbe. És mi a fő nevelési elve, célja a bölcsődének? Igazándiból a játékba való tanulás. Itt nincsenek, tehát a bölcsődében nincsen kötelező foglalkozás, amivel a kisgyermek éppen szeretne játszani, tevékenykedni, azt ő szabadon választhatja, és a kisgyermeknevelők ezekbe a tevékenységekbe kapcsolódnak be, és az ők koruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően ismereteket nyújtanak, például színek tanulásába, tehát értelmi, érzelmi, akár szociális fejlődésébe, figyelem fejlődésébe. Nálunk így történik úgymond a tanulás. És hogyan tapasztalja, a szülők elégedettek a bölcsődei neveléssel? Én úgy érzem, és a visszajelzésekből is azt mondhatom, hogy elégedettek a szülők a bölcsődei ellátásunkkal. Most, hogy bővült a bölcsődének az épület száma, vagyis a használatba vétel száma, érezhető-e, hogy több gyermek jelentkezik a bölcsődébe? Igazándiból, akik fokozatosan szoknak befele, ők már fél évvel, évvel előtte jelezték a bölcsődei férőhely iránti igényüket. Azóta is, mióta ugye megtörtént a bölcsőde átadása, azóta is vannak jelentkezők, sőt már a 2023-24-es gondozási nevelési évre is van felírva több kisgyermek is. A szülők hogyan fogadták a mostani felújítást? Nagyon örültek neki, ugyanis, tehát volt olyan gyermekünk, aki már járta még felújítás előtt álló épületünkbe, és most ugye visszaköltöztek, és hát ők teljes mértékben látják és tapasztalják, hogy mennyi különbség van az akkor és a mostani bölcsődei elhelyezés között. Amikor költöztek, illetve költöztek vissza az intézményben, tudták-e a szülők segítségét is igénybe venni, vagy szükség volt erre? Tudtuk, és szükség is volt rá, és szeretett, vagyis jó szívvel és jó kedvel is jöttek a szülők. Bútorok összeszerelésébe, cipelésébe tényleg nagyon sokat segítettek a szülők, és tényleg föl is ajánlották a segítségüket. Én kívánom, hogy sok erő, kitartás és lendület legyen a nevelőtestületben az újjáépítés ideje alatt is, és kívánok a munkájukhoz sok-sok egészséget és erőt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!